Szent Flórián napján a bátaszéki tűzoltó laktanya előtt koszorúzással és főhajtással emlékeztek meg azokra az elhunyt lánglovagokra, akik munkájukkal sokat tettek bátaszék tűzvédelméért, illetve az aktív tagokra is, akik nap mint nap akár életüket is kockáztatva vigyáznak a város és a környék biztonságára. A város tűzoltói és a Cikádor Főnix önkéntesei egyként vonultak fel és tették tiszteletüket az ünnepségen. Győri Lajos tűzoltó parancsnok elmondta, hogy nagy szükség van nem csak a hivatásos, hanem az önkéntes lánglovagok munkájára is. Kevesen vagyunk, sajnos, és az, hogy mi a polgár érdekében olyan védelmet tudjunk biztosítani, azért igen szükség van mind az önkormányzati, mind az önkéntes tűzoltó egyesületekre, hogy hivatásosokkal együtt védjük a polgárok érdekeit, életét. Bátaszék hivatásos tűzoltói nem csak a város, hanem a környező települések tűzvédelmét és műszaki mentési feladatait is ellátják. Mennek segíteni, ha baj van Báta, Pátiba, Mórágyra, Bátára, Alsónyékre és a bajai kollégákkal együttműködve Pörbőjre is. Ilyen 100 körüli esetszámunk van éves szinten. Van olyan hivatásos, ahol több van, de valahol meg kevesebb. A leggyakoribb, ami ott a 2011 óta a katasztrófavédelem megszigorította a tűzgyújtással kapcsolatos dolgokat. Ugye itt a bírságolásra gondolok, meg a kötelező bejelentések. Azóta éves szinten egyre kevesebb a tűzoltás. Általában az emberek már ezt megtanulták mostanra, hát valakit azért, mert megbüntettek, valakit azért, mert ugye tájékoztatást látta, tehát az interneten, a Facebookon, vagy akármilyen oldalon, ahol ezek hirdetve vannak. Illetve hát amióta az autópálya megépült, 2009-2010, azóta van, nincs összefüggésben nyilván, de azóta több a műszaki mentés. A Cikádor Főnix ifjú tűzoltó csapata egyelőre vonulós beavatkozásokon még nem tudja segíteni a hivatásos tűzoltóság munkáját, viszont a hagyományőrzéssel és a toborzással kapcsolatos feladatokat maximálisan ellátja. Lévén, hogy hármas kategóriás hagyományőrző egyesület vagyunk, így ténylegesen a hagyományőrzés és az ifjúságnevelés áll hozzánk a legközelebb, illetve most ugye a Flóriának keretein belül is a gyerekeknek is próbáljuk sugallni ugye a hagyományőrzést, mint a Flórián napot is, ugye mai nap folyamán, illetve önmagában a hagyományőrzésen belül a versenyzés, ami most úgymond nekünk még terepet jelent. Itt ugye az országos versenyekre való eljutás, illetve a megyei versenyekre való utazás és versenyzés jelent mindenféleképpen egy ilyen opciót számunkra, illetve az idei évben úgy néz ki, hogy talán egyre jobb fejlődéssel elkezdtünk egy új kupát, egy másik egyesülettel kezdeményezve, ami a Melinda Kupa névre hallgat, és ugye ennek lesz majd május 15-én Bátaszéken egy második futama. Ezt is szeretnénk ugye minél tovább fenntartani, és ebből is úgymond egy hagyományt véghez vinni, így kezdetlegesen. Illetve hát, hogyha majd a lehetőségeink engedik, akkor minél inkább a vonulás és a város, illetve a terület védelme felé menni. Az elnökünk az durván olyan 5. osztálytól szokott elmenni toborozni a Bátaszéki Általános Iskolában, és onnan jönnek legtöbbször a fiatalok. Így azt mondom, hogy mindig van egy egészséges utánpótlásunk, illetve a feltörekvő, vagy ahogy a gyerekek idősödnek, úgy meg is maradnak nálunk, és így próbáljuk létrehozni ezt a kellő állományt, ami majd egyszer szükségünkre fog válni, hogyha vonulós egyesületként részt tudunk venni a körforgásban. Próbáljunk a gyerekeknek minél színesebb programokat is találni, illetve a táborozás is mindig részt vesz az évi naptárban. Bátaszéken nagy hagyományai vannak a tűzvédelemnek és az önkéntes tűzoltó tevékenységnek is, az önkormányzat pedig mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeknek az egyesületeknek és csoportoknak a munkáját segítse. Mi tűzoltó egyesületünk is már több mint 100 éve működik itt Bátaszéken, és a város is nagyon fontosnak tartja, hogy minden lehetőséget biztosítson annak érdekében, hogy ez a maroknyi lelkes csapat továbbiakban is tudja a feladatát ellátni. Egy kicsit speciális rendszerben működünk manapság, hiszen van egy önkéntes tűzoltó egyesületünk. Hála jó Istennek néhány évvel ezelőtt alakult egy fiatalokból álló fiatal tűzoltó egyesület is, és van egy önkormányzati tűzoltóságunk. Ezzel a hármas csapattal ötvözve látjuk el itt Bátaszéken a tűzvédelmi feladatokat.
Az önkormányzat anyagilakkal is támogatja természetesen a tűzvédelmi feladatot, hiszen magát a laktanyát is biztosítja ennek a feladatnak az ellátásához, anyagi forrást is biztosít a működtetéséhez, és igyekszünk minél szorosabb kapcsolatot tartani a katasztrófavédelem megyei, illetve városi igazgatóságával, hogy onnan is forrásokat, lehetőségeket tudjunk szerezni ahhoz, hogy itt Bátaszéken néhány perc alatt, ha kell, be tudjanak avatkozni a tűzoltóink. Munkahely szempontjából is fontos, hiszen több mint 10 főt foglalkoztat az önkormányzati tűzoltóság, tehát ez is egy fontos szempont ahhoz, hogy ezt továbbiakban is működtetni tudjuk, és legyen lehetőségünk arra, hogy még az utódaink is Szent Flórián nap alkalmával néhány évtized múlva, vagy talán évszázad múlva összejönnek és ünnepeljenek. A megemlékezés után a tűzoltók villogó fényekkel és szirénaszóval tettek tiszteletkört a városban.